Haszeg vára messziről látható pénzverő tornyával, amely Hallintirol város és a Watteni üdülővidék egyik jelképe. Hallintirol Ausztria egyik legszebb városa. Házai, szűk utcácskái hosszú és mozgalmas történelmet idéznek. A Karwendel-hegység lankáin, a városkától kissé északra találjuk az ország egyik legjelentősebb búcsújáró helyét, az Abzámi Szűz Mária székesegyházat. Immár több mint 200 éve zarándokolnak ide a népek közels távolból, hogy az oldalhajóban lerúlják kegyeletüket az Isteranya oltárképénél. Visszatérve Hálba, beleshetünk a torony pénzverő termébe. Ez a népszerű turista célpont nem csak építészeti szempontból érdekes. Itt verték az első tallért, amelynek nevéből tallért többek között a dollár szó is ered. Mint hajdanán, most is készülnek itt pénzérmék. Végigjárva a múzeumot, megnézhetjük a ma is működő eredeti szerszámokat, a régi pénznyomó préseket. Hallintirolban találjuk Nyugat-Ausztria legnagyobb óvárosát, amelynek számtalan pontján érdemes megpihenni. Az itteni vendéglátóhelyek sokféle finomsággal várják a betérő vendéget. 11 kirándulóhelyével vonzó vidék a természet szerelmeseinek. A turistákat hal fölött egy szép kis tiroli falu, Tulfesz várja. Innen kényelmesen indulhatnak felfelé, 2000 méteres magasságba a Glungécer vasúton. Az út a fenyőösvényen vezet tovább. Ez itt Európa legnagyobb cirbolya fenyő erdeje. Körös körül a kilátás lélegzetelállító. Az Alpok 400 csúcsát láthatjuk útközben. A hegyi élményvilághoz tartozik egy másik különlegesség is, amely a vasút középső állomásánál főleg a gyerekes családokat várja. A Glungéceni Kugli erdő a világ legnagyobb tekepályája, amely izgalommal tölti el a játék minden hívét, kicsiket, nagyokat egyaránt. Tovább az Inn völgyében, Hallintiroltól csupán néhány kilométerre találjuk Wattenst. A vidéken ez a második legnagyobb helység, amely világhírét főként rendkívül értékes turista látványosságának köszönheti, a Swarovski kristályvilág Ausztria egyik legkedveltebb célpontja. A kristályok nyomában a látogató mágikus birodalomba jut, amelynek bejáratát Zordon óriás őrzi. Bent a csodakamrákban kristályból formált drága kincsek sokasága várja. Kint a park kristályfelhőin pedig több mint 800 ezer kristály villódzik a napfényében. Természet és kultúra, hagyomány és modernitás, városi millió és vidékies atmoszféra. Mindez izgalmas ellentétben mégis meglepően békés szimbiózisban él együtt a Hálvatteni régióban az év 365 napján.